A 2019-es évből ugyan még hátra van néhány hónap, de már most sejthető, hogy gyengébben fog szerepelni az elvártnál. De majd a 2020-as év. Íme 10 nagy szabású film, amit szerintünk mindenképp látnunk kell jövőre. 2019-ben jó formán Disney egyeduralomról beszélhetünk, már ami a filmek sikerét érinti. A Foxot bekebelezte az Egeres Cég, a Warner elég sok bukás látott, a Paramount pedig alaposan összehúzta a nadrágszíjat, egyedül csak a Universal és a Sony ért el nagyobb sikereket, mondjuk még az ő filmjeik is csak szalutálhattak a Disney gigantikus pénztermelőinek. Vajon 2020-ban ez változni fog? Jóslatokban nem bocsátkoznánk, de talán az elég árulkodó, hogy az alábbi összeállításban, melyben a 2020-as év legjobban várt blokkbuszterét gyűjtöttük össze, csupán Kettő készül a Disney felhatóság alatt. Lássuk hát a következő év legjobban várt nagymenőit, bemutatásuk sorrendjében. Ha van, amiben a Warner megelőzi a Marvelt, az a női szuperhősök. A Wonder Woman esetében a DC hozta össze az első olyan nagy költségvetésű szuperhős filmet, amely egy nagyobb univerzum részese, és most ők fogják összeverbúválni az első nőkből álló szuperhős csapatot is, vagy hívjuk őket inkább antihősöknek. A történet főhőse ugyanis a Margot Robbie által alakított Harley Quinn, aki Jokertől megszabadulva csatlakozik a ragadozó madarak névre hallgató csapathoz, akik épp egy társukat akarják kiszabadítani a gonosz fekete maszk fogságából. Az öngyilkos osztag után játszó annak hangulatát megidéző és remélhetőleg cselekmény tekintetében sokkal összeszedettebb film egy olyan gátemben játszódik majd, amely már nem élvezi Batman védelmét, ezért aztán szabad a bűn, szabad a tánc. Jóban megregor játsza a szadista fekete maszkot, míg a ragadozó madarak tagjai között tudhatjuk, a Mary Elizabeth Winstead által játszott vadásznőt, a Journey Smollett belláta megformált fekete kanárit, Rosie Perez René Montoyáját és Cassandra Kent, akinek bőrébe Ella J. Basco bújik majd. A csapat a formán újoncnak számító Ketien vezény lesz rengeti meg majd Gaten falait. Ugyan a Godzilla kettő közel se szólt akkorát, mint a stúdió remélt tőle, a Warner szörny univerzuma már nem húzhatta be a kéziféket, hisz a szörnyek királya bemutatója idején már javában forgatta Godzilla vs. Kong, amely meglepetés szembeállítja egymással a koponya sziget urát, az atomot reggeliző meg a Mivel az utóbbi hatványozottan nagyobb méretű, mint Kong, ezért az íróknak ki kell majd találniuk valamit annak érdekében, hogy a fenn megnevezett ütközet ne kb. 3 másodpercig tartson. Biztos a monárk keze lesz a dologban, vagy pedig olyan terroristáké, akik már a Godzilla 2-ben is jelentősen megzavarták a kádjuk közötti fegyverszünetet. A remélhetőleg szörnybunyókkal teli folytatásra visszatér majd Millie Bobby Brown és Kyle Chandler is, a rendezést pedig a független horrorfilmekről elhíresült Adam Wingard veszi kezébe, aki a Death Note amerikai változatával ugyan elég rendesen földbált legutóbb, de a gigaszörnyek talán nem fognak ki rajta. James Bondnak még meghalni sincs ideje, nem, hogy élvezni a jól megérdemelt nyugdíjat. Rami Malek képében egy új világra szóló veszedelem tűnik fel a színen, és ő felsége egykori ügynökének vissza kell térnie az MI6 kötelékébe, ahol a hírek szerint némileg megváltoztak a dolgok. A hihetünk a plegykáknak, a legnagyobb változás egy új 007-es ügynök lesz, akit a Marvel kapitányból ismert Lassana Lynch alakít majd, ugyanakkor Malek is csak abban az esetben volt hajlandó elvállalni a gonosztevő szerepét, ha nem csinálnak belőle szimpla terroristát. Szóval kíváncsian várjuk a Kerry Fukanagaren rendezésében érkező Bond 25-öt, melyben Daniel Craig valószínűleg utoljára ölti magára James Bond szerepét, de mellette visszatér majd Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomi Harris és Blofeld szerepében Christoph Waltz is. Szép kis búcsú lesz ez a film, egy korszak lezárása. Oly sokat tudunk már a fekete özvegyről, mégis oly keveset. Tudjuk, hogy a film eseményei a polgárháború és a végtelen háború között játszódnak majd, azaz nem az ominózus budapesti történéseket meséli el, azt viszont nem tudjuk, hogy pontosan miről szól majd. Sejtjük, hogy Natasha Romanoff a szárnyai alá vesz egy másik ügynöklányt, akit Florence Pugh alakít majd, és tudjuk, hogy a film főgonosza vagy egyik főgonosza az a kiképző lesz, aki szimpla megfigyeléssel képes ellesni mások tulajdonságait, mint ahogy azt is tudjuk, hogy David Harbour Red guardian játsza majd, aki nagyjából Amerika kapitány orosz változatának fele meg. De ezek csak infomorzsák, viszont igazából nem baj, ha nincs előttünk a teljes történet, hisz valaminek be kell csalni a nézőket arra a filmre, aminek eseményei csak apró kihatással lehetnek a végtelen háború és a végjáték eseményeire. Minden esetre a részben nálunk forgott mozi intenzív akciójeleneteket, a Marveltől szokatlanul kemény kézi csatákat ígér majd, és a megtekintése után remélhetőleg még jobban fog fájni, hogy a fekete özvegy már nem térhet vissza a végjáték után játszódó filmekben. Óriási titoktartás veszi körül a 9. halálos iramban forgatását, amely igazi vízválasztás lehet a széria történetében, amely a 2015-ben bemutatott hetedik résszel ért el a csúcsát. Megkérdőjelezhetetlen, hogy azt a filmet a tragikus körülmények között hogy Paul Walker miatt tövezte kiemelt érdeklődés, de a széria még ezek után sem vett vissza a tempóból, és ugyan a halálos iramban 8 már némileg visszafogottabban muzsikált a kasszáknál, de még így is játszva bekocsikázott a milliárdosok klubjába. Vajon a kilencedik résznek is összejön ez? Nehéz megjósolni. Idén láthattuk a széria első jóval szerényebben termelő spin-offját Dwayne Johnson-nal és Jason statham és úgy tűnik, ők ketten már kimaradnak a kilencedik részből, ami arra enged következtetni, hogy a Vin Diesel és Johnson közötti disputa talán mégsem csak egy marketing fogás. Ellenben visszatér majd a folytatásra a Charlie Sterron által játszott Cypher, aki legutóbb arra kényszerítette Dominic Torretot, hogy elárulja a családját. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezúttal mi lesz a tarsolyában. Idén novemberről csúszott 2020. júniusára a nagy kritikai és közönség siker aratott Wonder Woman folytatása, és eme halasztásról a készítők úgy nyilatkoztak, hogy a film hazatért, mivel az első részt is anno júniusban mutatták be. Csak remélni merjük, hogy nem arról van szó, hogy gondok vannak a produkcióval, ha bár nem tudjuk nem felvont szemöldökkel kísérni a tényt, hogy a 80-as években játszódó folytatásra a Chris Pine által játszott Steve Trevor is feltámad, miután olyan hősi halált halt az első filmben, ráadásul nem csupán emlékképekről lesz szó. Szintén kíváncsiak vagyunk, hogy ám majd helyt az elsősorban vígjátéki szerepekről ismert Kristen Wiig az az Gepard szerepében, aki egyfajta érzelmi ellenlábas a Diana Prince-nek. És persze arra is kíváncsiak vagyunk, hogy áll majd a csodanőnek a 80-as évek világa, a szerencsére már az első plakáton is látszik, hogy az új szerelésében nem került váltömés. Összeállításunk mondhatni legcsendesebb darabja a Free Guy, mivel erről a filmről egyelőre még nem sokat hallani, viszont mégis a következő év egyik legizgalmasabb bemutatója lehet, főleg az olyan kockáknak, mint amilyenek mi vagyunk. A mostanában leginkább a Stranger Things körül körül sertepert élő Sean filmjének főszereplője, ugyanis egy hétköznapi banki tisztviselő, aki egyszer csak arra döbben rá, hogy NPC, azaz nem játszható karakter egy erőszakos nyitott világú játékban. Ryan Reynolds játssza ezt a figurát, aki feleszmélését követően minden bizonyal átrendezi majd a remélhetőleg Battle Royale környezetben játszódó gém szabályait. A Free City névre hallgató játékról ráadásul az is kiderül, hogy hamarosan lekapcsolják, szóval a fickónknak lesz tenni valója, ha a továbbiakban is létezni szeretne. Ebben segítkezik, vagy éppenséggel akadályozza őt Taika Waititi, Channing Tatum, vagy a megszállottak viadala nagy felfedezetje Jodie Comer is, aki a beszédes nevű Molotov gört játsza majd a filmben. Christopher Nolan új rendezéséhez, a Tenethez ugyan már készült egy kettv csináló előzetes, amit a magyar mozikban is el lehet kapni, de egyelőre csak kapizsgálni tudjuk, hogy miről szól majd ez a rejtélyes produkció, melynek a címe egy palindrom, azaz visszafelé olvasva is ugyanaz. Ebből és a teaser ismétlődéseiből kiindulva arra gondolnánk, hogy a film az idővel játszik majd annak forgatásával és a deja vu élményével, szóval igazi mindfuck lesz ez is. Első hivatalos leírás alapján viszont egy egész világot átszövő akciódús kémhistória lesz a John David Washington főszereplésével készülő produkció. Ugyanakkor Nolannél az akció és a Mindfuck korábban se egymást, hisz például az eredet is egyszerre volt Bond film és álomkutató sci -fi. A Black Clans nel berobbant Washington mellett a filmben feltűnik majd Robert Pattinson, Aaron Taylor Johnson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, meg természetesen Nolan élő talizmánja Michael Caine is. Az örökké valók lesz a Marvel moziverzum negyedik fázisának első eredeti karaktereket felvonultató darabja, amely csak marginálisan köthető a már ismert filmes környezethez. A film cím az égiek névre hallgató gigantikus, istenszerű lények hozták létre, akik már a galaxis is feltűntek, és azt a feladatot kapják, hogy óvják meg a földet a betolakodó deviánsoktól. Kevin Feige és a Marvel olyan színészeket verbuvált a halhatatlan idegenfaj soraiba, mint Angelina Jolie, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Kumail Nagyiani, Richard Madden, vagy Gemma Chen, és ha minden igaz, akkor az MCU mitológiai eredetét is feltáró történet középpontjában a Madden és Chen által játszott Icaris és Cersei románca játsza majd a főszerepet. Frank Herbert kortalan mesterművének legújabb adaptációjával köszönhetjük majd az ünnepeket. Hollywoodnak már nagyon sokszor beletört a bicskája a dűnébe. A legendás Alejandro Jodorowsky például már a 70-es évek elején nekiment a sztorinak, melynek megvalósításában a korszak legnagyobb művészeitől kért inspirációt, hogy végül több évnyi fejlesztés után lelőjék a projektet. A 80-as években aztán David Lynch tett egy próbát a nagyszavású szifivel, ám a kész film hatalmasat bukott, és még Lynch se nagyon szereti. Már csak azért sem, mert a mű eredeti elképzeléseihez képest alaposan meg vágva került bemutatásra. Most pedig Döni Villnöv, korunk egyik legfelkapottabb rendezője adaptálja ismét filmre a dűnét, méghozzá a tervek szerint két részben, ami a történet monumentalitását ismerve teljesen elfogadható hozzáállás. Vilnöv az érkezéssel és a szárnyas fejvadás 2049 án már bebizonyította, hogy nagyon ért a szifihez, és biztosak lehetünk benne, hogy új filmjében is kéz a kézbe jár majd a látvány, a sztori és a hangulatvilág. A galaxis legfontosabb alkotó eleme a fűszer feletti intergalaktikus csatározás elmeséléséhez a kanadai rendező pedig olyan színészeket nyert meg, mint Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Batista, Stellan Skarsgård vagy Josh Brolin. Szóval a szereposztás vetekedik majd a végjátékkal, reméljük grandiózusságát tekintve majd maga a film is. Ezek lesznek hát szerintünk 2020 legnagyobb, legérdekesebb blockbusterei. Ti miket vártok leginkább a jövő évi kínálatból? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!